2018. február 11-én vasárnap Békés és Jásznokon Szolnok Fekvanyomó Diák Olimpia megyei döntőjét tartották Krisztun a Sinka István Művelődési Központban. Vésztőről a Szabó Pál Általános Iskola diákjai, valamint a Marvel-tím versenyzője Szabó Lili vett részt. További versenyzők érkeztek Gyuláról és Szolnokról. A megjelenteket köszöntötte Róna Széki András, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke. A helyes és szabályos versenyzést Balogh Natán, ifjúsági világbajnok mutatta be Dávid Tamás vezényletével. A versenyről a fekvenyomáson elért eredményekről kérdeztük Danyi Szabolcsot. Megtudtuk először is, hogy honnan érkezett. Besenyszögről érkeztem, Szolnokon a Baross Gábor tagintézénybe járok, és 19 éves vagyok. Hogy érzed most magad, meg vagy elégedve az eredményeddel? Hát egy kicsit többre számítottam, de hát most ez is elég volt a győzelemhez. Miért kezdtél el fekvenyomni? Hát gyerekkorom óta erősödni akartam, elég vékony srác voltam. Hát középiskolában megtetszett ez a sport, rábeszéltek, és azóta űzöm. Korábban volt-e már más sikered? Persze, diákolimpián második, harmadik helyezett, mindig így alakult valahogy. Milyen korcsoportban indultál, és hány kilót sikerült végül kinyomni? A hatodik korcsoportban indultam, és a 130 lett a vége. Mit gondolsz a többi versenytársadnak a felkészültségéről? Hát az én társaimra egy picit csalódtam, azt hittem jobban fog nekik sikerülni, de egyébként ügyesek voltak. Mennyit szoktál egy héten edzeni? Heti 5-öt. Van-e felkészítő edződ? Magamtól szoktam. Mik a távolabbi céljaid a fekvenyomásból? Hát nincsen távolabb cél ez. Ez elég nekem. Berke Lórándot, a Szabó Pál Általános Iskola pedagógusát, fekvenyomó bajnokot kérdeztük a versenyről. Először is megtudtuk, hogy mit gondol a versenyről, sikeresnek tartja a mai napot, és legfőképpen mit gondol az indulók felkészültségéről. Eredményesnek értékelem a mai fekvenyomó versenyt. A gyerekekkel szeptember óta készülünk iskolai szakkör keretén belül erre a versenyre. A legjobbak pedig be fognak jutni majd az ENCSI döntőbe március végén. Hanyadik alkalommal került megrendezésre ez a verseny? Vésztőn most csináltunk elsőnek megyei elődöntőt. Nem volt még diákolimpia Vésztőn. Az iskolában milyen eredményeket értek el eddig fekvenyomásban a tanulók? Volt-e bármi más verseny, amin indultatok? 8 éve készítem fel a gyerekeket fekvenyomó szakkörre, és azon belül a diákolimpia eredményesen szoktak szerepelni. Évek óta nyerjük a csapatversenyt a negyedik korosztálynak, a fiúkkal, lányokkal. Mit gondolsz a lány versenyzőknek a felkészültségéről? Ügyesek voltak a gyerekek, remélem, hogy a döntője jobban fel tudunk készülni, majd szabályos gyakorlatot kell még jobban elsajátítsák. Hogy lehet a leggyorsabban fejlődni fekvenyomásban? Nem lehet gyorsan fejlődni, nagyon sok idő kell hozzá, ügyelni kell az étkezésre, megfelelő edzéseket lefolytatni, türelem kell hozzá. Hány éves kortól érdemes a diákoknak egyáltalán edzeni, illetve fekvenyomni? Én úgy gondolom, hogy 14 éves korosztályban célszerű elkezdeni, heti szakkör formájában, heti egy alkalommal tökéletesen el lehet kezdeni ezt a sportágot, de maga potenciálisan egy versenyző, én úgy gondolom, hogy 35 éves korában tudja magából kihozni a legjobb teljesítményt. Mik voltak ma a leggyakoribb hibák, amik fekvenyomás közben történtek? A legtöbb hibák a lábukból eredményezett, hogy felemelték a lábukat, megmozdították, nem tartották meg a rudat, tehát a vezényszóra nem ügyeltek, ez mind a gyakorlásnak a hiánya. Hogyha többet gyakorolnak a gyerekek, akkor ezt ki tudják küszöbölni. Indultok az országos versenyen? Nagyon szeretnék rajta elindulni, és be is jutottunk, én úgy érzem, egy jó pár tanuló a döntőbe. Jövő héten kiderül. A Magyar Erőemelő Szövetség elnökét, Róna Széki Andrást kérdeztük a mai napon megtartott selejtezőről. Először is elárult, hogy hány versenyzőt láthattunk ma a diákolimpián. Körülbelül 40-en voltak, többen neveztek eredetileg, nem tudom, hogy miért nem értek ide, de közben itt testnevelő tanárok jelezték Szolnokról, hogy a következő elődöntőkre jönnek többen is. Mit gondol a mai versenyzők szakmai felkészültségéről? Ahhoz képest, hogy abszolút szigorú szabályok szerint bíráskodtak a Erőemelő Szövetség bírói, ahhoz képest egész jó volt. Tényleg jónak minősítem. Az országos verseny mennyivel lesz nehezebb a diákok számára? Nem lesz nehezebb, ugyanilyen lesz, és ezek a körülmények, ezt azért el kell mondanom, tökéletesek itt Vésztőn. Nem véletlen, hogy ahányszor csak lehet, mindig ide jövünk versenyre. Most már évek óta, két évenként mindig itt vagyunk.
Ugyanilyenek talán olyan szempontból nehezebb lesz majd a verseny, hogy sokkal többen lesznek, nagyobb közönség előtt zajlik, ugye itt hát nyilván csak a szűk szakmai kör, illetve a hozzátartozó kísérők voltak itt, ott azért sokkal többen leszünk, feszélyezettebb lesz majd a hangulat. Mit gondol a mai napról összességében? Nagyon jó verseny volt, sajnálom, hogy kevesebben jöttek el, mint amennyire számítottunk, de hát majd a következő versenyek kárpotolják önmagukat a versenyzéssel, meg hát aki végképp nem jön el, ugye itt megvan az a lehetőség, hogy aki tovább akar tanulni, 10 pontot vihet, vagy kap az első 3 helyet az országos döntőn, tehát ettől elesik, aki nem indul el. A versenyen nagyon szép eredmények születtek. Gratulálunk minden versenyzőnek.